Jó hír a gyalogosoknak, hogy befejeződött a belvárosban, a Baross és az Arany János utcában található faverem rácsok cseréjének első üteme. A fejlesztésre azért volt szükség, mert az elmúlt 20 évben a gömbkőr is és puszta szilfafajok gyökérzónája annyira megemelte a fák körüli burkolatot, hogy az már balesetveszélyessé vált. Az önkormányzat úgy határozott, hogy ezzel a balesetveszélyes állapottal valamit kezdeni kell. A Győrszól elvégezte azt a feladatrészt, hogy a gyökérzónák körüli rácsot kicserélt és egy speciális műgyanyag bevonattal ellátta, csak ez azzal járt, hogy a burkolat szint a fák környezetében meg kellett, hogy emelkedjen, így ezt a burkolati emelkedést végeztük mi el a fahelyek körül. Ez több száz négyzetméteren jelentette azt, hogy meg kellett változtatni a fahelyek körüli magasságokat. Ilyen esztétikus és biztonságos most a fák körüli terület, köszönhetően a szakemberek új módszerének, mely egyfajta műgyanta, kavics és kőzúzalék keveréke. Találtak a szakemberek egy olyan megoldást, amelynek köszönhetően egy speciális anyagot terítenek a fák alá, természetesen előtte a rácsot kiszedik, egy speciális anyagot melegítve elterítenek a fáknak a tövébe, miután ez megszilárdul, ez egy tökéletes burkolatot jelent, mind biztonságtechnikailag, mind pedig a fákra nézve. Ezt azért tudjuk így kijelenteni gyakorlatban, mert például az esővizet, ez a műgyanta-szerű anyag, ami kővel és homokkal van keverve, az esővizet ez átereszti a fa irányába, ugyanakkor az alatta lévő párat pedig kiereszti. Ez ideális biológiai szempontból is, ráadásul az így létrehozott felület kemény, jól járható, csúszásmentes, tartós, fagyálló és UV-stabil. Radnóti Ákos városüzemeltetésért felelős alpolgármester kezdeményezésére tehát a Győrszól és az útkezelő együttműködésével egy gyalogos és fabarát fejlesztés első üteme valósult most meg.